Az állatok is élőlények, és ahogy az embernek is néha segítségre van szüksége, ugyanúgy az állatok is kerülhetnek bajba. És csak azért, mert mi emberek nagyobb hatalommal rendelkezünk, mint az állatok, azért még nem kell szemet hunyni az ő gondjaik felett sem. Ebben a videóban éppen ezért olyan embereket láthatsz, akik készek voltak segíteni, sőt esetenként akár egyenesen megmenteni a rászoruló, bajba került állatokat. Egy hatalmas teknőst vetett partra a víz, vagyis egy akkora hullám kapta el, ami aztán fel is borította őt. Egy ilyen állat akár több 10 vagy akár 100 kg-ot is nyomhat, nem véletlen hát, hogy egyedül nem feltétlen tudnak visszafordulni. Egy kis emberi segítség viszont óriásit tud nekik jelenteni, úgyhogy a szorult helyzet végül szerencsére elhárult. Az állatot végül visszasegítették a vízbe, majd mindenki mehetett dolgára, mintha mi sem történt volna. Ez a fiatal pár az út mentén látott egy magára hagyott árválkodó kutyust, aki ráadásul meg is volt sérülve. A nagy téli vihar kellős közepén magára hagyni egy kutyát az út mentén a semmi közepén, ennél kegyetlenebb dolgot csak ritkán hallani. Látszik, hogy alapvetően a kutya jól ápolt, normális állapotban volt tartva, tehát biztos, hogy egy családhoz tartozott, viszont sajnos egy olyan sérülés szenvedett, amivel már nem akartak foglalkozni, és valószínűleg ezért hagyhatták hátra. Szegény állaton látszik, hogy mennyire tart az emberek. Egyszerűen nem mert hozzájuk közel menni, és őket sem akarta magához közel engedni. Hosszú percekig próbálták győzködni az állatot türelmesen, aki végül szerencsére megenyhült, ezért haza tudták vinni, és örökbe tudták fogadni. Az állatot tehát orvoshoz vitték, meggyógyították, és szerencsére egy új, szerető otthonra talált a fiatal párnál. Láttál már lábprotézises elefántot? Nos, van egy cég, aki pont erre specializálódott Afrikában. Egy teljesen magára hagyott állattelepre hívták ki az állatmentőket, ahol valami olyasmit láttak, ami után folyton rémálmaik lettek. Nem kell szakértőnek lennünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire rossz állapotban van szegény patás, ugyanis konkrétan már a csontjai látszódnak, nem beszélve a bordájáról. A történet egyébként az, hogy az állattelep tulajdonosa egy sokkal jövedelmezőbb bizniszbe kezdett, ezért egy-egyben magára hagyott ott mindent. Szerencsére az állatmentők még időben érkeztek, úgyhogy a ló végül nem pusztult el. Szegény kóborcica a vadonban élt egyedül, azonban egy arra túrázó felfigyelt rá, és meglátta, mennyire is beteg az állat. Türelmesen és óvatosan elkezdte megközelíteni, majd rövidesen össze is barátkoztak, ezért haza tudta vinni, és ki tudta gyógyítani a betegségeiből. Eredetileg az volt a nő terve, hogy meggyógyítja, majd visszaengedi a vadonba, azonban rövidesen annyira összemelegedtek és megszerették egymást, hogy többé már nem akartak megválni a másiktól, a macska nem akart visszamenni a vadonba, a nő pedig természetesen nem engedte el. Néhány állat nagynak és veszélyesnek tűnhet, de időnként még ők is segítségre szorulnak. Itt például egy tigrist gondoznak az emberek, mivel sajnos túlságosan legyengült, ezért még nem tud visszamenni a szabadba. Egyik napról a másikra a teljes partszakaszt lezárták a munkások, ami a madár számára annyira újdonság volt, hogy észre sem vette ezt pontosan mivel járt. Röviden tehát, a madár simán csak az életét akarta élni, viszont sajnos belegabajodott egy kifeszített fénybe, valamint hálóba, mivel eddig az nem volt ott, és ő ezt nem vette észre időben. A munkások viszont szerencsére még időben a segítségére siettek, kiszabadították, és már is messze szállhatott a madár.
Mondjuk ez a videó szerintem tökéletesen rámutat arra, hova is vezet pontosan az urbanizáció, hova is vezet az, amikor már mindent beépítünk, mindent átformálunk saját kényünk kedvünk szerint, és az állatok pedig ehhez már nem képesek alkalmazkodni. Nekik egyszerűen csak a természet kell, a növények, a virágok, a dombok, a lejtők, majd valamiért mindent beépítünk, és persze ők erre nem tudják, hogyan reagáljanak. A lakók egy furcsa, nyűszítő hangra figyeltek fel, majd rövidesen rájöttek, hogy ez éppen az ereszből jön. Miután pedig az eldugult csövet kitakarították, rá is jöttek, hogy kiadta ki a kétségbe esett hangokat. Ez pedig nem volt más, mint egy mókus. Ez a nő minden reggel ugyanazt az útvonalat tette meg a munkahelyére, ami idő alatt az elmúlt időben felfigyelt rá, hogy már több napja is nagyon-nagyon hangos macskanyávogást hall egy térre bezárt étkezőkertjéből. Mikor már negyedszerre is a napról napra egyre keservesebb nyávogást hallotta, akkor odament és felfigyelt rá, hogy néhány kóbor cica bújt itt el. A nő végül hazavitte a magukra hagyott kis cicákat, elkezdte őket ápolni, gondoskodott róluk, majd szép lassan felnevelte őket. A macskák tehát szerencsére egy újabb esélyt kaptak a nőtől, mert egészen biztos, hogy az utcán ennyire fiatalon nem tudtak volna még ételt szerezni, úgyhogy valószínűleg rövidesen meghaltak volna. Sajnos egy emberek által hátrahagyott hulladék a libának a torkára szorult, és mint egy csapdába ejtve az állatot, gyakorlatilag halálra ítélte. Ekkor viszont szerencsére jöttek az önzetlen emberek, és kiszabadították a madarat, akit még saját párja is védelmezni próbált. Egy hosszú romantikus séta közben egy nyuszira talált ez a fiatal pár, akit rögtön haza is vittek. Amint felfigyeltek rá a parkban, látták, hogy nagyon szomjas az állat, sőt egészen pontosan valójában csak órákra volt attól, hogy teljesen kiszáradjon. Végül szeretetben és odafigyelésben gondozták a nyuszit, aki szerencsére fel is épült rövidesen, újra erőre kapott, és a család macskájával pedig nagyon jó barátságot kötött. Annyira magával ragadó és idilli ez az eset, hogy szinte már egy mesében, vagy minimum egy romantikus filmben érzem magam. A fiatal pár nem sokára élete legnagyobb áldását várja, vagyis nem sokára gyermekük fog születni, de mellé még sikerült megmenteni egy nyuszit is, a macskával legjobb barátok lettek, egyszerűen minden adott egy fantasztikus és tökéletes élethez. Szegény szarvas beakadt a kerítésbe, ahonnan sehogy sem tudott kijutni. Hosszú órákon keresztül küzdött, majd mikor már annyira elfáradt és legyengült, hogy semmi lehetőséget nem látott a szabadulásnak, elkezdett nagyon hangosan sírni. Ezt pedig meghallották az emberek, akik azonnal a segítségére siettek, kiszedték a kerítésből, és így az állat végül visszamehetett természetes élőhelyére.
vannak olyan állatok, amik konkrétan életveszélyesek lehetnek az emberre nézve, azonban néha még nekik is segítségre van szükségük. Ez a kígyó például egy nagyon éles tövis hálóba tekeredett, és látszik is, hogy az kezdi elszorítani a testét. Nyilvánvalóan hatalmas fájdalomban lehetett az állat, mert az egész testén végig szurkálta ez a dolog, ráadásul, ahogy megpróbált kiszabadulni belőle, csak egyre szorosabbra zárult körülötte. Röviden tehát, az emberi segítség nélkül biztosan nem tudott volna kiszabadulni, így tehát az emberi önzetlenség még egy rá életveszélyesnek mondható állatot is meg tudott menteni. Mit gondolsz? Te képes lennél vállalni a kockázatot és segítenél akár egy veszélyes állatnak is? Írd meg kommentben. A kígyó persze végül kiszabadult, senkinek nem esett bántódása, úgyhogy egy újabb hőstettet láthattunk, ami nem igényelt túl sokat, de ennek az állatnak az életét mentette meg. Valaki kegyetlen módon az út mentén egy zsákba kötve 5 kölyök kutyát hagyott hátra, akikre már úgy érezte, hogy nincs többé szüksége. Látni, hogy a semmi közepén egy földút mellett hevertek egy zsákban ezek az állatok, akiket, hogyha nem talál meg az a nő, akkor valószínűleg tudjuk, hogy milyen sorsa jutottak volna. A nő időt nem vesztegetve azonnal hazavitte az állatokat a hideg utcáról, majd elkezdte őket etetni. Sajnos legnagyobb odafigyelése és gondozása ellenére is az egyik kiskutyus az ötből életét vesztette, mert túlságosan sokáig volt már kint a fagyban, azonban a 4 kiskutyust végül meg tudta menteni, és új életet adott nekik. Sőt, rövidesen 5. egy kis cica is csatlakozott hozzájuk, akit szintén az utcáról mentett meg. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha meghatódtatok, könnyeztetek egy kicsit, vagy egyszerűen csak, hogyha tetszett nektek ez a tartalom. Én tényleg azt vallom, hogy szegény ártatlan állatoknak sosem szabadna szenvedniük, mert ők aztán semmi rosszról nem tehetnek. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy vannak-e esetleg köztünk is állatmentők, szóval tekeretek le a kommentekbe és írjátok meg, hogy ti például mentettetek-e már meg állatot, fogadtatok-e örökbe kutyát vagy macskát, vagy hogy van-e bármilyen hasonló történetetek. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám és nyomjátok be ezt a kis csengőt is, hogy láthassátok a következő videókat is majd, amik közül nem sokára érkezem is egy újabbal, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!